Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Aktuális feladatunk újból egy geometriai feladat. Az adott ábrán egy ABCD négyzetet látunk. Ki kell számítanunk az AE szakasznak a hosszát. Ha tudjuk, hogy a DE szakasz 17 cm hosszú, illetve az ábráról leolvasható, hogy a BD szakasznak a hossza 15 2 cm. Keressük tehát az AS szakasznak a hosszát. Amint már láthattuk a feladat szövegéből, a DS szakasznak a hossza, meg is rajzolhatjuk a DS szakaszt, 17 cm. Illetve írjuk ki, amit az ábráról leolvastunk, hogy a BD szakasznak a hossza 15 2 cm. Mivel négyzetről van szó, így tudjuk, hogy a négyzet belső szögei, mint derékszögek ha már van derékszögünk, kereksünk akkor derékszögű háromszöget, hiszen a derékszögű háromszög esetében alkalmazható Pitagorasz tétele. Az első ilyen háromszögünk az ABD háromszög. És láthatjuk, hogy ennek a háromszögnek az egyik oldala, az a négyzetnek az oldala, a másik oldala úgy szintén a négyzet oldala, a harmadik oldala pedig a négyzetnek az átlója. Így akkor, akár még Pitagoras tétele nélkül is, ha tudjuk a négyzet átlóját, könnyen kiszámíthatjuk a négyzet oldalát. Emlékezzünk vissza a képletünkre. A négyzet átlóját úgy számoljuk, hogy az oldalt megszorozzuk négyzetgyök kettővel. A mostani rajzunkban a négyzet átlója az a BD szakasz. A négyzet oldalának vehetjük az AB szakaszt, vagy AB oldalt, és ezt szorozni kell négyzetgyök kettővel mivel a BD szakaszról tudjuk, hogy 15 gyök 2, így be tudjuk helytesíteni. Az AB szakasz csak lemásolom, ugyanúgy, mint hogy a négyzetgyök 2 is. És észrevehetjük, hogy az egyenlőség bal és jobb oldalán, szorzatként ott található a négyzetgyök 2. Őt le is tudjuk egyszerűsíteni. Így nagyon könnyen eljutottunk a négyzet oldalához. Csak olvassuk le, hogy az AB oldal 15, és láthatjuk, hogy a mértékegység centiméter. A négyzet oldalát felhasználjuk a folytatásban. Figyeljünk most akkor egy másik derékszögű háromszöget, ez pedig az AED derékszögű háromszög. Azért alkalmazzuk ezt a háromszöget, mert ennek a háromszögnek az alapja a keresett AE szakasz. Keressük meg a derékszöget, a derékszöge szemben lévő oldal, ez lesz az átfogó. Ezzel kezdem Pitagoras tételét átfogó a vagyis ez lesz a DE a négyzeten, egyenlő lesz. Az egyik befogó a négyzetten, ez ami keresett AE szakaszunk, tehát AE a, a négyzeten. Plusz, most jön a másik befogó a négyzetten, ez pedig az AD szakasz a négyzeten. Az AD szakasz valójában a négyzetnek az oldala. Helyettesítsünk be, mint azt, amit tudunk. A DE szakaszról tudjuk, hogy 17 cm, tehát DE a négyzeten írhatjuk, hogy 17 a négyzeten. Az AE szakaszt keressük, így akkor AE a négyzeten még ismeretlen marad, az AD szakasz pedig valójában a négyzetnek az oldala, így akkor az ugyanannyi, mint az AB oldal, vagyis 15 cm. Így akkor az AD a négyzeten helyett írhatom 15 a négyzeten. Végezzük el a négyzetremelést ha még emlékszünk a kis táblázatunkra az 1-től 20-ig terjedő négyzetszámokra, akkor 17 a négyzet, tudjuk, hogy ez 289. Ha véletlenül elfelejtettük volna, akkor a feladat mellett nyugodtan összeszorozhatjuk. 17 x 17, 289 et ad. Az AE a négyzeten keresem, és ugyanúgy jön most egy négyzetszám, 15 a négyzeten, ajánlatos, hogy tudjuk, ez lesz a 225. Kifejezzük akkor most a keresett szakaszunkat, illetve annak a négyzetét, pedig úgy, hogy a 289-ből kivonom a 225-öt. Könnyen el tudom végezni ezt a kivonást, hiszen 200-200 az 0, csak a 89-ből kell kivonni a 25-öt, az lesz a 64. Annak érdekében, hogy megszabaduljunk a négyzettől, mindkét oldalból négyzetgyököt vonok. Így akkor a bal oldalon a gyök, és a négyzet miután leegyszerűsül, marad csak a keresett AE oldalunk, négyzegyök 64-ről pedig tudjuk, hogy az 8, a mértékétségünk pedig mindaz, amit eddig is használtunk, vagyis centiméter. Így akkor válaszolhatunk a kérdésünkre, mekkora az a keresett AE szakasznak a hossza, láthatjuk tehát 8 cm. És ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!